Napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, és most azokról a témákról szeretnék beszélni, amik szétrombolják a párkapcsolatot, mindegy, hogy mekkora volt az elején a szerelem. Először is tudni kell, hogy a férfi és a nő gondolkodási módja teljesen más. Tehát ha valamit mondunk a férfinak és ugyanazt a nőnek, ők teljesen másképp értelmezik nagyon gyakran. Ennek az az oka, hogy a nőnél az intuíció fejlettebb, az intuitív agyfélteke, a férfinál pedig a logikai agyfélteke a fejlettebb. A nők sokkal több képet tudnak a fejükben tartani, sokkal több objektum képét, mint a férfiak. A férfi kategorikusan gondolkodik, tehát ez zöld, az fehér, az piros, az sárga. A nő nem, ő képes árnyalatokban gondolkodni. Ez zöldes, pirosos, sárgás, zöld, stb. Nézzük tehát, melyik azok az alapvető témák, amelyek szétrombolhatják a párkapcsolatukat, ha nem tudják egymásról, hogy a férfi teljesen másképp éli át, mint a nő. Első téma. A volt párkapcsolataim. Erről, kedves hölgyem, ne beszéljen soha a párjának. Nagyon sok nő itt óriási hibát vét, hiszen dicséri, hogy az a férfi ehhez értett, az a férfi amahoz értett, nem volt sörhasa, stb. Ilyenkor a férfiban, az új párkapcsolatban megjelenik az a gyanú, hogy a nő még mindig azt a pasit szereti. És hát ő benne le fog lohadni a szeretet. Sőt, sok férfi ezt úgy értelmezi, hogy aha, értem, azért szírozgat ez a csaj, mert nem sokára ott akar hagyni. Na, arról aztán, hogy egy nő hányszor csalta meg, vagy egyáltalán megcsalta a párját a volt párkapcsolatában, erről teljesen tilos beszélni az új pár. Winston Churchill szerint az az igazi diplomata, aki háromszor is meggondolja, hogy mit akar mondani, és végül mégsem mondja. Nézzük a második témát. Egy nő soha ne dicséri idegen férfiakat. Hogy az a férfi, hogy öltözködik. Ó, de jól néz ki az a férfi. Ú, de okos az a másik férfi. Csak az ön férfia lehet a legokosabb, csak az ön férfia öltözködhet a legszebben, stb. Stb. Még ha nem is így gondolja. Harmadik téma. Nem szabad a férfiakkal, célzásokkal beszélgetni. Önnek egyenesen meg kell mondani, hogy mit akar. Amikor beszélget a párjával, akkor arról beszél, amit ön szeretne. A férfi azt érti, hogy ezt akarom, azt akarom. Ha csak arról beszél, hogy ön miről álmodozik, az nagy probléma, mert ezt a férfi nem fogja megérteni. Ha ön arról álmodozik, hogy a párom majd megjavul, hát nem fog. Meg kell neki mondani, hogy ebben javulj, abban javulj. Na, nem ilyen durván, hanem először csak célzásokkal, bár mondtam, hogy ez nem jó, de már másnap látja, hogy nem jó úgy semmit, akkor rögtön dur bele a közepébe, és udvariasan meg kell neki mondani, hogy mit akar tőle. És ha önt szereti, akkor akar is ezen változtatni. Hát a legfeljebb nem tud. Negyedik téma. Soha nem mondjon semmi rosszat a férfi családjáról, anyukájáról, apukájáról, az előző házasságban való gyerekeiről, hiszen önök lehet, hogy elválnak, azok pedig maradnak. De már eleve, ha rosszat mond róluk, az elkezd egy nagy jéget hasítani az önök párkapcsolatában. Ötödik téma. Ne támogassa a férfit, ha valami rosszat mond a feleségéről. Például.
A férfi azt mondja, azért váltam el a feleségemtől, mert állandóan így volt, egy részeges pont volt, nem bírtam már azt, hogy minden nap büdös, nem kell támogatni. Jól tetted, látod, én nem iszok, én csak néha napján, nagyon ritkán iszok egy picit. Ezt tilos csinálni, mert ez megint éketve a párkapcsolatot. Ezeket a problémákat tárgyalja ki a saját barátnőjével, a saját anyukájával, de ne a férfival. Azt is tilos elmesélni a férfinak, hogy milyen szépségprocedúrákon esett át, hogy a műkörmösnél ez volt, a fodrásznál az volt, a masszőrnél amaz volt, mert akkor a férfi belelát abba, hogy ön hogyan lesz szép. Van itt egy másik óriási nagy probléma a sok nőnél. Ebben igazán példát vehetnének a keleti nőkről. A keleti nők azok a munkahelyükön igyekeznek úgy szürkén kinézni, hát tudják, jó, magukra borítják a leplet, és abban járnak, abban dolgoznak. Még ajukat sem mondják ki. Viszont mikor hazamegy, ledobja a leplet, felvesz valami csinos ruhát, a haját szépen megfésüli, kibontja, kifesti magát végre, de csak a férjének. Gondolom a kedves férfi nézőimnek ez nagyon tetszik, bár egyes női nézőmnek nem fog megtetszeni, hogy a férfi kiszeret abból a nőből, akit állandóan lomposan, mocskosan lát, mocskos hajjal, vagy hajcsavarokkal jön ki a fürdőszobában, mint egy ufó, fogait is csak néha mossa. Bezzeg, mikor elmegy a munkahelyre idegen férfiak elé, akkor felöltözködik, szépen néz ki, kicsinosítja magát. Ilyenkor a férfiban azért feltámad a kis ördög, hogy aha, ott biztos van neki valaki. Azt, hogy a nő elfáradt egész nap a munkában, és már arra sincs ereje, hogy újra kifesse magát, magánügy. Ha meg akarja tartani a párját, akkor tegye meg. Vagy legközelebb szülessen férfinak, és akkor nem kell többet dolgozni, mint a párja. Bár a férfiaknak sem jó, ha lomposan, mocskosan ücsörülnek otthon a feleségük előtt, azért ők is igyekezzenek valami jobb ruhát elővenni, és hát néha valami kellemesebb arckifejezést erőltetni magukra. Hetedik téma. Ne beszéljen a férjének a saját hibáiról. Jaj, drágám, nézd, itt megjelent a cellulitis. Jézusom, gondolja magának a férfi. Így megöregedett a nőm. Hát a férfi magáról mindig úgy gondolja, hogy ő nem olyan öreg. Ő bárkit el tudna csábítani, legalábbis ő szerinte. Jó, drágám, nézd meg, milyen rondán nő a szőr itt, meg ott. Megnézi, Jézusom. De hogyha a nő nem mondaná, lehet, hogy nem is venni észre. Így viszont most már direkt erre fog majd figyelni. Nyolcadik téma. Vannak parazita szavak, amiket jobb, ha nem használ a párkapcsolatában. Például, inkább én magam. Ezek után a férfi nem fog semmit csinálni, hiszen ő mindig azt mondja, hogy inkább ő maga. Következő. Az én volt párom sokkal jobban tudja, hogy mit kellene itt csinálni. Hát ezután a férfi biztos, hogy nem fogja megpróbálni. Vagy nézzük a következőt, a nő kedvenc frázisát. Én neked már megmondtam. Ez férfi nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy te egy totális senki vagy egy hülye. Mert ez melyik férfinak tetszik? A következő óriási probléma, hogy vannak nők, akik zsarolják a férfit. Ha te ezt megteszed, akkor én pont. Hát ez egyértelmű zsarolás, és ha valamelyik férfi ezt elfogadja, akkor már is lesüllyed a tutyimutyik szintjére, és ez a nő őt többé nem fogja tisztelni. Kedves férfi barátom, hogyha ilyent hall a kedves párjától, háborodjon fel rettenetesen, és mondja meg neki, ha még egyszer ilyet mondasz, elválok. Ez a nőt észre fogja téríteni. Hát ha nem akar jobb elválni, ha nem akar teljesen
tutyimutyi sorba kerülni. Másik frázis, amit nem mondanak a férfinak. Én kételkedem abban, hogy te ezt meg tudod csinálni. Mindegy mit. Ez nagyon lenyomja a férfi egóját, és rosszul érzi magát. Ilyenkor pont fordítva kell mondani. Drágám, ha te ezt elkezdeni csinálni, biztos, hogy neked jobban menne, mint bárki másnak. Nem akarod megpróbálni? Mert akkor lehet, hogy megpróbálja. És ha rosszul is csinálja, bizony meg kell dicsérni őt. Mondjuk Ferdén veri be a szöget a falba, ránéz a nő, de ahelyett, hogy elsírja magát, inkább azt kell mondani, milyen ügyes pasi vagy. Hát én így nem tudtam volna beverni a szöget a falba. A férfi ez dicséretnek veszi, boldog lesz, és máskor is szívesen beveri a szöget a falba, úgyhogy minden rendben lesz a családban. Ne felejts el, hogy a férfi legfontosabb ösztönző ereje a nőből kiáradó női erotikusság. Itt most kivételesen nem a szexre gondoltam. Köszönöm szépen, hogy megnézett. Kérem lájkoljon, mert akkor a következő videókat gyorsabban megkapja, viszontlátásra.